A jelöltek között vannak, akik eddig is a tanács tagjai voltak. Nagy Ferenc szerint sokat tettek eddig a faluért, ezt a munkát szeretné befejezni, amennyiben a helyiek bizalmat szavaznak neki. Kanalizációt, ami ugye nagy beruházás, de az is folyamatban van, beleértve az összes felújításokat, járdáktól kezdve minden olyan tevékenységet, ami eddig nem sikerült befejezni, nem sikerült, ugye van, amit még nem is sikerült elkezdeni, de hát szeretnénk tovább folytatni. A településen az egyik legfőbb cél az élhetőbb falu megteremtése. Én már harmadik generációként élek Moholon, és megjártam a nagyvilágot, de mégis visszajöttem. Itt szeretnék továbbra is élni, fölnevelni a gyerekeimet. Szeretnék nekik egy biztonságos, szép, kulturális falut, egy olyan lehetőséget nyújtani, amiben én is felnőttem. A megújult moholi szervezetben sok a fiatal, akik már bizonyítottak is, ezért a párt támogatja őket. Én abban bízom, hogy a moholiak, amikor elmennek szavazni, akkor biztonságban akarják tudni magukat, a közösséget, a gyerekeiket, az unokáikat, és én azt hiszem, hogy amennyiben ezeket az embereket sikerül megválasztani közös erőfeszítéssel, akkor én azt hiszem, hogy biztonságban lesznek. A vasárnapi választásokon több mint 5000-en fogsolhatnak.